Velünk forog ez a föld, de veled mégis helyben áll. Hé, hey, gyere, ébredj már! Gondok vihara gyötör, de képzeletben szállhatnál. Hé, hey, gyere, ébredj már! Mondd, hova mész, mire vágysz, mikor kapukat zársz, és tudod, Jakabócki Csenge iskolánk névadójához könyörgött, és közbenjárását kérte mindannyiunkért. Kisebeli 8. osztályos tanuló iskola szenteléskor című verssel köszönti az ünnepet. Blaskó Mária, iskola szenteléskor. Légy köszöntve, kedves hajlék, ajtaidat tárd ki, mindenkit,
ki feléd siet, szeretettel várni. Légy a puszta oázisa, hol üdül a lélek, levegődből is beszívva a jót s a szépet. Légy Názáret családi ház, ahol láthatatlan, benne él a szent család is, s otthon vagyunk abban. Szent József tanítson benne, s védje meg a házat, virág nevelődjék benne szép szűz Máriának. Jézus legyen mindenütt ott, érte legyen minden, Jézus szíve uralkodjék minden egyes szíven. Jézus szíve kegyelmével áldja meg a házat, ami kedves és szeretett kedves iskolánkat. A Szent Anna szobor Szabó Zsigmond kőfaragó mestermunkája. A művész Süttőn végzett 1983-ban. A szobor ruskicai márványból készült. Csodálatosan ábrázolja Szent Anna alázatát. A posztamens vagy talapzat Gábor Zoltán és Varga József munkája süttői mészkőből, ahogy a díszlépcső és a járdák burkolata is. A teljes mű az Agrofaber Kft. Nagy-nagy gondosságával készült, melynek ügyvezetője ifjabb Varga Gábor. Szent Anna szobra nem csak a jelent, hanem a jövőt is szelídségre, alázatra neveli. A Szent Anna szobor leleplezése következik. A Szent Anna szobrot leleplezi Palánki Ferenc püspök úr, Soltész Miklós államtitkár úr, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úr és Törő András igazgató úr. Sok jó gyermeknek használnak nyomára. Igazgató bácsi, háznak gazdája, az iskola kulcsát most kezünkbe adja. A kulcsal együtt tudjuk nagy a felelősség, tesszük majd a dolgunkat, ahogy azt tisztessék. Vigyázni fogunk a szép épületre, tanulunk is sokat mindenki örömére. Megnőtt az iskola, igen, megszépültünk, a sok mester munkáját ezúton köszönjük. Birtokba vehetjük-e? Tisztelettel kérdem. Igazgató bácsi, bemehetünk Péter! Bemehet, egyelőtt püspök atya megszenteli az épületet. Király. Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség nektek! Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Könyörögjünk! Gondviselő mennyei Atyán, tekints jóságos szemmel erre az új iskolára, a benned tanító és tanuló híveidre,
hogy odaadó munkálkodásuk révén egyre gyarapodjanak a Te ismeretedben. Növekedjék hitük, erősödjék reménységük, és tökéletesedjék szeretetük. Adj nekik mindenkor elegendő lelki erőt, hogy égő gyertyaként világítva és példát adva parancsait szerint éljenek, segítségedre mindenkor érdemesek lehessenek. Adj az itt tanulóknak apostoli lelkületet, hogy tehetségük kibontakoztatása által egyre gyarapodjék a téged ismerő és szerető emberek közössége. Árazd el őket szent lelked ajándékaival, a bölcsesség, az értelem, a jó tanács, a tudomány, a lelki erősség, a jámborság és az istenfélelem lelkével, hogy mindenkor készek legyenek tanúságot tenni rólad. Add meg nekik, hogy keresztény hivatásuk teljesítése jutalmául egykor az örök boldogság részesei lehessenek Krisztus, ami Urunk által. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, aki emberré lettél, hogy tanításoddal és példáddal megmutasd nekünk az igazság és a helyes élet útját, áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal építették és szépé tették ezt az iskolát. Add, hogy sohasem halljon ki szívükből az önzetlen, felebaráti szeretet és áldozatkészség. Ne felejtkezzél el jóságukról, és egykor kapják meg jutalmukat nálad az örök boldogság honában, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, igaz Isten mindörökkön örökké. Legyen megáldva és megszentelve ez az új iskola, és mindazok, akik itt dolgoznak és tanulnak, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Felkérem Palánki Ferenc püspökatyát, Soltész Miklós államtitkár urat, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő urat és Törő András igazgató urat a szalag átvágására. Hogy ezt vagy azt nem szabad.
Kedves vendégek! Kedves vendégeink, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem a kedves vendégeket, akik megtiszteltek bennünket, és eljöttek erre a szép ünnepre. Mai nap a szívünkben a hála és a köszönet van. Hálát adunk az Istennek, hogy ezzel a csodálatos épülettel megajándékozott bennünket. És köszönetünket fejezzük ki a Magyarország kormányának, püspökatyának, országgyűlési képviselő úrnak, Vacskai József úrnak, polgármester úrnak és minden építőnek, tervezőnek, kivitelezőnek, akik megálmodták és megteremtették ezt a csodálatos intézményt. Míg ezt régiek, én csatlakoznék itt egy picit a képviselő úrhoz, aki idézte Reményi Sándornak a versét, hogy ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Mi nem hagyjuk a templomot és az iskolát, és ígérjük, hogy tele fogjuk imádkozni ezt az iskolát. Köszönjük szépen, és jó étvágyat kívánok! Ápolja, táncos gyökereinket fejleszti. Én nem tudom neki megköszönni, hogyan szóval, ahogyan felkészítette ezeket a gyerekeket, hozta ruhákat, hozta kollégákat, és időt, energiát nem sajnál, hogy ez a mai nap nagyon tökéletes legyen. A szívét, a lelkét ide tette nekünk. Mi ezt nem tudjuk neki hogyan meghálálni, de jártévesen szeretném neki megköszönni. Ez majd a kollégáknak. Köszönjük szépen! Mert nagyon-nagyon sokat segítettek. Nagyon köszönöm, én is azt gondolom, hogy a kedves kollégáimnak az érdeme ez. Én valóban a szívemet, lelkemet hoztam, és amit csak tudtam, de a gyerekek nélkül, a szülők nélkül és az itteni pedagógusok nélkül nem sikerült volna. Ez egy csodálatos összefogás volt, és egy borzasztó örömteli pillanat, felemelkedő pillanat, és azt gondoljuk, hogy megérte ezt a sok-sok meleget és izzadságot, és nagyon sok öröm volt benne, és Isten értesse a gyerekeket, szülőket, pedagógusokat, és minden kedves vendéget. Szépen megköszönjük ezen a tisztességet, nyerjenek általa áldást, békességet. Köszönjük.